Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édessé ízesül. Vannak vidékek legbelül. Szavak sarjadnak rétjein. Gyopárként sziklás bércein szavak sarjadnak. Szavak. Véremmel rokon a patak. Szívemben csörgedez, csobog. Télen, hogy védjem, befagyok. Páncélom alatt cincogat jeget pengető hangokat. Tavaszok, nyarak, őszeim, maradékaim s őseim. Vannak vidékek. Viselem akár a bőrt a testemen. Meggyötörten is gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édessé ízesül. Vannak vidékek, legbelül. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. A mai napon a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük, arra emlékezve, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon, január 22-én véglegesítette a himnusz, a Magyar Nép Zivataros Századaiból című költeménye szövegét, ami Erkel Ferenc megzenésítésével vált nemzeti imánká. Ünnepségünket Bojki Sára, Kányádi Sándor Vannak vidékek ciklusának előhang című versével nyitotta meg. Arra a kérdésre, hogy mi a kultúra, nehéz egyértelmű választ adni, de egy valami biztos. Rengeteg mindenre lehetünk büszkék, ami a magyar kultúrához tartozik, és számos honfitársunkra, akik a kultúra továbbadásán munkálkodnak. Így a következő percekben Varga László, az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság elnöke köszönti a jelenlévőket, majd átadja az idei Karikó János művészeti díjat. Kedves vendégeink, tisztelt ünneplő egybegyűltek! Ezekben a percekben az országhatáron innen és a határon túl közösségek sokasága gyűlik össze nemzetünket évezred óta összetartó szellemi erő a magyar kultúra köszöntésére. Így vagyunk mi is most itt együtt este. Azt, hogy miért pont ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúrát, egyrészt szerintem eléggé köztudott, másrészt a felkonferálásból hallhattuk. Az azonban talán kevésbé köztudott, hogy az e napról való megemlékezés felvetése Fasang Árpád, zongora, művész, karnagy, kulturális diplomata gondolatából, fejéből származik, még 1985-ből. Az ő indoklása szerint mégpedig ez a nap annak a tudatosítására is alkalmas, hogy az ezer éves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is. És ha belegondolunk, akkor Fasang eme gondolatai az elmúlt 4 évtized alatt szinte semmit sem koptak. Sőt, a multikulturalizmus napjainkban tapasztalható és sok vitát kiváltó térnyerése idején újfent igencsak aktuálisak. Ám hála Istennek, mindig vannak közöttünk olyan rendkívüli emberek, akik saját idejükből és tudásuk legjavából jól gazdálkodnak, és nem csak a maguk, hanem a közösség boldogulásához is tartást adnak örökségül. És itt egy kis lokálpatriotizmust hadd vigyek Biatorbágyiként a gondolataim további részébe. Engedjék meg, hogy pont a Magyar Kultúra Napján ráirányítsam egy ilyen helybéli emberre a közös figyelmünket, akit méltán ünnepelhetünk szintén a mai napon. Az utókor tiszteletével, megemlékező szavakkal adózva neki,
hiszen születésének 150. évfordulóját fogjuk az idén ünnepelni. Az illető személy nem más, mint az egykori Torbágyi kántor tanító és iskolaigazgató, az 1872-ben született Rosenbach János. Akinek ősei ugyan egykor főnemesek voltak, ám a család a 19. századra elszegényedett, így ő polgári szakmát választva, nagyapja és apja nyomdokaiba lépve szintén néptanító lett. Ez irányú tanulmányait Kalocsán végezte, majd az 1893-as tanév kezdettől kerek 40 éven át tanította Torbágyi ifjúságát. Sokoldalú ember lévén pedagógusi munkája mellett olvasókört létesített, gondot fordított a magyarosításra, de közben ügyelt arra is, hogy helyi német népi hagyományok sem menjenek feledésbe, egyházi énekkönyvet adott ki, a falubeli énekkórusok és a fúvószenekar munkájában is részt vett, őket legtöbbször bemutatókra készítette fel. A közszeretetben álló pedagógus 1909-től, mint iskola igazgató tanító és kántor is tevékenykedett, az iskolaszék jegyzője, az iskolán kívüli népművelési bizottság alelnöke és előadója, az akkor szokásos Levente egylet alelnöke volt. Aztán a világháború után ifjúsági egyletet alakított és újjászervezte a szegény, de tehetséges diákok segítségére szolgáló iskola alapot is. Nyughatatlan ember lévén, nyugdíjazása után is aktív maradt, vonós zenekart szervezett, mely a színdarabok zenei aláfestését adták. 1955-ben halt meg Torbágyon, napjainkban pedig az utókor tiszteletei lévő Biatorbágy újváros részében egy elég szép csinos utca viseli a nevét. Minden bizonnyal élnek még közöttünk olyan szerencsések, akik személyesen is ismerhették az igazgató urat, s tanúi, sőt, akár részesei is lehettek Rosenbach János oktató-nevelő, kultúra ápoló és továbbadó munkásságának. Talán egy kicsit irigyelhetjük őket is ezért. Kedves ünneplő közönségünk, kedves ünneplő biatorbágyiak, zárszóként kívánom mindannyiunknak ezen a jeles napon, hogy mindig legyenek köztünk Rosenbach Jánosok, akik áldozatosan, kifogyhatatlan lelkesedéssel, de kellő alázattal tesznek közösségünk és kultúránk további éltetéséért. Fasan gondolatait újra idézve, azért, hogy ezáltal mi és a minket követő nemzedékek is tartást és segítséget kapjunk ezer éves kulturális örökségünkből merítkezve, és mindig büszkék lehessünk a magyarságunkra. Köszönöm, hogy meghallgattak. Előző záró gondolataimhoz kapcsolódva hadd mondjam azt, hogy szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen ilyen Rosenbach kalibelű emberek, művészek ma is élnek közöttünk. Nemrégiben a Biatorbágy város képviselő testülete egyhangú szavazással ítélte oda a Karikó János műveit, amit ezen a napon szoktunk átadni, nem másnak, mint Néder Norbertnek. Norbi, gyere, kérlek, fenned ide. Tökös Mákos, szép jó estét kívánok kedves minnyájuknak. Köszönöm szépen a tapsokat, pedig még nem is játszottunk. De azért egy picit bővebbre venném a szót. Ha megengedik, elolvasnám azt az indoklást, azt a laudációt, ami alapján ezt a díjat a képviselőtestület Norbinak ajándékozta. Tehát Néder Norbert, aki 25 évvel ezelőtt hozta létre a Ládafia Bábszínházat, de már jóval előtte is elévülhetetlen érdemeket szerzett a Biatorbágyi bábos kultúra megerősödésében. A Cipcire csoport, bábcsoport létrehozása, a bábosház élettel való megtöltése is nevéhez kötődik, illetve több országos megjelenéssel, versenyen való sikeres szerepléssel is Biatorbágy jó hírét
a biatorbágyi kultúra színességét közvetíti. Számos városi rendezvényen, magas színvonalú bábelőadásaival, saját kézzel, gondosan készített bábjaival, játékaival ejti ámulatba rendre a kicsiket és a kevésbé kicsiket egyaránt. Mára már sok gyermeknél beívódott az ünnepek és a városi programok hangulatába a banyaforgón, a szarvasos körhintán, Bartatóni csúszdájában eltöltött boldog percek és a vidám, lélekmelengető bábjátékok varázslatos világa. Bartatóni csúszdizdája. Nem azt mondtam? Nem, a csúszda az ilyen. Bocsánat, elnézést kérek. Milyen jó, hogy ketten vagyunk itt. Albi, engedd meg, hogy átadjam a kitüntetésről szóló oklevelet neked. És egy kis testi szellemi muníciót is megél. További sok sikert elé. Nagyon szépen köszönöm. Az est további részében lesznek még egyébként meglepetések is, évfordulós meglepetések is. További jó szórakozást és kellemes időtöltést, töltekezést kívánok mindenkinek. Nem csak a kultúrát ünnepeljük ma, hanem faluházunkat is. Ugyan nem lehetnek itt, de nyomós okuk van rá. Fogadják szeretettel Tarjáni István polgármester úr és Szádváréni Kis Mária intézményvezető asszony bejelentkezését a minősített intézmény cím díjátadójáról, majd egy ünnepi videóüzenetet a 30 éves művelődési központunkról. Köszöntünk mindenkit a Magyar Zeneházából. Polgármester úrral érkeztünk ide a minősített közművelődési intézmény cím díjátadójára. Ez sajnos egybeesik az otthoni rendezvényünkkel, de innen ebből a gyönyörű épületből köszöntünk nagy szeretettel mindenkit. Szeretettel köszöntünk mindenkit innen a Magyar Zeneházából. A díjat még sajnos nem tudjuk megmutatni. Érezzék jól magukat, mi is azt fogjuk itt tenni. Viszontlátásra! Vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édessé ízesül. Fogalmaz Kányádi, melyre bennem Radnóti felel. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Majd névadónk Juhász Ferenc sorai bukkannak elő. Aztán jött a piros sáska szemű vicinális vonat. Fölszálltam rá, és elindultam hazafelé. Haza, haza, haza. A várakozásból a várakozásba. Hogy élve maradjak, verset írjak, szeressek, mint halálig. Jó magam egy dunántúli kisvárosban nőttem föl, szerető nagy családban. Egyetemistaként tanulmányoztam a település ragadvány neveit. Érdekelt Tinódi Sebestyén legendája, izgatott Mésző Miklós története. Aztán elköltöztünk a Dimbes-Dombos Biatorbágyra, és a harmadik gyermekünkkel a Pocakomba, szinte minden nap fölsétáltam a Biai temetődombra megnézni a naplementét. A gyerekekkel családi kirándulásként rendszeresen fölkaptattunk a száz lépcsőn a nyakaskőre. Ha barátaink érkeztek, általában a viadukton végig sétáltunk velük. Minek utána elég gyakran jártunk a Karikó János könyvtárba, lassan Karikó János életrajzát is kívülről tudtam. Ha jöttek ismerőseink, már egyre többször büszkélkedtem biatorbágyi hírességekkel.
Azt hiszem, mindez a magyar kultúra. Vagy legalábbis ez is a magyar kultúra. Szeretettel köszöntök mindenkit a jeles napon, amely a magyar kultúra mellett a kultúra szolgálatában állóknak az ünnepe is. Szerte az országban állami és önkormányzati kitüntetéseket adnak át ezen a napon. Biatorbágy művelődési központja is a mai napon veheti át, jó magam és polgármester úr, a Magyar Zeneházában a minősített közművelődési intézmény címet. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy polgármester úr felkérésére én mondhatok mai napon ünnepi szavakat, és a köszönetet is a kultúra szolgálatában állóknak, köztünk kollégáimnak, a támogató önkormányzatnak, és minden a kultúrát építő, közvetítő egyénnek és szervezetnek. Saját munkámban és intézményünk működésében is alapvetésnek tartom Juhász Ferenc szavait. Ügyelj mindegyik szavadra, építsetek olyan házat, gyógyítsátok a világot. Biatorbágy idén 30 éve, hogy házat épített a kultúrának. 1992-ben a település írásos említésének 800. évfordulóján megnyitotta kapuit az egykori vasútállomásból felújított művelődési központ, illetve itt kapott helyet a zeneiskola is. A Faluház és Karikó János könyvtár néven született intézmény terei lassan benépesültek. Otthonra leltek itt a régi amatőr művészeti csoportok, s az akkor alakult pásztikórus vagy a nyugdíjas klub is. A hajdan volt váróteremben vendéglátóhely nyílt. Aztán hamarosan szűknek bizonyult az épület. 2004-ben megnyitott Torbágyon a közösségi ház, 2 év múlva 280 fős nagy teremmel bővítették a faluházat. Régi és új harmonikus, szép összeillesztésével. 2016-ban pedig egy felújítandó biai parasztházra került a Bábos ház felirat. A bővítés révén nagyobb teret kaptak a kiállítások is. Megfordult a kiállító teremben és a nagy terem előterében számos biatorbágyi alkotó, és országosan, sőt nemzetközileg elismert művész is. A nagy terem színpadán még több színész, zenész, előadó, különböző szakember fordult meg. Járt nálunk a magyar zenei élet számos kiválósága. Pár éve pedig az Erkel Ferenc Kamara Zenekar, mint a város zenekara, rendszeresen ad hangversenyt Biatorbágynak. A sok évtizedes gyermekbábos hagyomány folytatásaként ma városunkat a gyermekbábos élet egyik regionális központjaként jegyzik. Elhíresültek a biatorbágyi gyermeknapok,
a civil kezdeményezésként indult Angyalfia vásár, s három naposra bővült a városünnep. Helyi civil szervezeteink, intézményi kisközösségeink egyre szaporodnak. Biatorbágy önkormányzata három évtizede töretlenül támogatja a helyi kultúrát. A zeneiskola művészeti iskolává bővítése után létrehozta a helyi Völgyhíd TV-t is. Az éves rendezvényszám 2019-ben az 500-hoz közelített. Az alkalmakat sok tízezren látogatták. A közművelődési intézmény meghatározott tényezője a térségi kulturális életnek is. A COVID-járvány okozta a pandémiás időszakban intézményünk példaértékűen állt helyt, és alkalmazkodott a gyorsan változó körülményekhez. Megszerveztük a távművelődést is. A 2022-es esztendőben számos évfordulót ünnepelünk. A Faluház 30 mellett a biai születésű világhírű festőművész Hantai Simon születésének 100. évfordulójára készülünk nagyszabású kiállításokkal. Augusztus 20-ára a Patakparton helyi értékeinket bemutató programot álmodtunk. Folytatjuk a sikeres közösségépítő sorozatainkat, a táncházat, a Chaplin Club koncerteket. Folyamatosan kiemelt feladatnak tekintjük a kisközösségek segítését, a közösségi összetartozás tudat erősítését. Célunk megmutatni Biatorbágynak Biatorbágy értékeit, hogy az itt lakók otthonra találjanak a lakóhelyükön. Biatorbágyi Vigasságok címmel most készülünk egy izgalmas, vidám, zenés, táncos programmal. Biatorbágyiakkal, a biatorbágyiaknak, régi és újabb lakosoknak. A város oktatási rendszerének bővülésekor együtt kívánunk működni a majdan létesülő középfokú intézményekkel. Összefogásra törekszünk az ifjúság megszólításában. A pályázati támogatások felkutatása mellett megkívánjuk szólítani a helyi vállalkozásokat is. Épületeinket a gondos gazda hozzáállásával kívánjuk ezután is karbantartani, építeni, szépíteni és minél otthonosabbá tenni. E világjárvánnyal terhelt időszakban a kultúra szolgálatában állókra talán még nagyobb felelősség és feladat hárul. De a Gyógyítsátok a világot felszólítása úgy gondolom mindenkire vonatkozik. Gyógyítsuk hát és építsük a köröttünk lévő világot, gazdagítsuk közösségeinket. Vigyük és mutassuk meg a kultúránknak azon gyöngyszemeit, amelyek valóban egyéni és közösségi életünket is gazdagítják, építik. Kívánok ehhez mindannyiunknak erőt, hitet, kitartást és lelkesedést. És kívánom, hogy élményekben gazdag 22-es esztendőt éljünk meg. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük Szádváréné Kis Máriának az ünnepi gondolatokat, és ezt a rendhagyó módon történt elmondását pedig a Völgyhíd TV munkatársainak. A köszönetből sosem elég. Már évek óta él ez a kezdeményezés, amelyben a Karikó János könyvtár jutalmazza olvasóit. Most tehát az intézmény vezetője, Uzonyi Edit, és könyvtárosa Gál Attila nyújtják át a leghűségesebb olvasó, illetve a legtöbbet kölcsönző gyermekdíjakat. Tisztelettel köszöntöm az ünneplő közönséget. Örömmel vettük újra, hogy
együtt ünnepelhetünk a Magyar Kultúra Napján egy év kihagyás után. A pandémia miatt a könyvtár az elmúlt 2 évben 8,5 hónapot volt zárva összesen. Az olvasóink száma természetesen csökkent, hiszen nem mindenki szerette a könyvcsomag átadást. De tavaly május óta már töretlenül nyitva tartunk, és látjuk, hogy olvasóink száma szépen gyarapszik. Augusztus óta megindult a rendezvények szervezése is, és reméljük, hogy az idén már nem lesznek korlátozások. Éppen ezért nagyon fontosak számunkra az olvasók, különösen azok, akik a nehéz időkben is kitartottak mellettünk. Ezt a bizalmat szeretnénk a Magyar Kultúra Napján meghálálni, és imáron 12 éve jutalmazzuk a régóta és rendszeresen kölcsönző olvasóinkat. A leghűségesebb olvasó cím odaadásával. A 2022. évi díjazottunk, Berencki Sándorné, aki már iskoláskora óta rendszeres olvasója a Karikó János könyvtárnak. Családjából mindenki a könyvtárnak tagja, tehát sikerült átadnia az olvasás szeretetét gyermekeinek. Gratulálunk önnek és a cím elnyeréséért. Kérem, legyen szíves feljönni a színpadra és átvenni az ajándékát. Az olvasóvá nevelést már gyermekkorban kell kezdeni. A nagy létszámú gyermekolvasóból nehéz volt kiválasztani a könyvtárba járó kölcsönző, a legtöbbet kölcsönző diákot. Idén Puskás Csaba nyerte el a Karikó János könyvtár legtöbbet kölcsönző gyermekolvasója címet, és az ő családjában is népszerűek a könyvek, mert mindenki a könyvtár tagja. Csaba díjához gratulálunk, és kérlek, gyere föl a színpadra, és vedd át a jutalmat. Minden évben ilyenkor adjuk át Dura Lajos bácsinak is, régi kedves olvasónknak a könyvjutalmat azért a támogatásért, amivel évek óta fáradhatatlanul és önzetlenül igazi szakértelemmel javítja a megrongálódott könyveinket. Évente 100-150 darabot is megment számunkra. Ő most sajnos nem tudott részt venni, de otthonában keressük föl és átadjuk a könyvet neki. Gratulálunk a díjazottaknak, jó egészséget kívánunk, és továbbra is mindenkit szeretettel várunk a könyvtárban. További jó szórakozást kívánunk az esthez. Úgy gondolom, méltó megkoronázása ünnepségünknek, hogy ma este városunk egyik nagy büszkesége és hazánk legnépszerűbb énekegyüttese lép színpadra. A Bojki zenész énekes dinasztia újabb tehetséges korosztályának tagját, Bojki Sárát már nem igen kell bemutatni az itthoni közönségnek. Jazz énekes, népdalénekes, lubickol a különféle stílusokban és színpadi közegekben, mégis mindegyikben őszintén és hitelesen szólal meg. A Szent Efrém férfikar palettáján pedig bizánci rítusú keresztény zenék, magyar férfikari művek, ezeken túl modern és kortárs zenei kompozíciók is szerepelnek. Fogadják szeretettel a Magyar Kultúra Napi közös koncertjüket. Thank you.
Semmit ne bánkodjál, Krisztus szent serege, mert nem árthat néked senki gyűlősége. Noha ez világnak rajtad dühössége, nem hagy téged szégyenben Krisztus ő felsége. Királyi nemzet vagy, noha te kicsi vagy, az Atya Istennek bizony te kedves vagy. Ő szent fia által, immár te fia vagy, minden dicsőségében, hidd el, hogy részes vagy. Rajtad semmit nem fog, az fogány ellenség, noha nehéz néked az rettenetesség. Bátor kontra hányoz, az minden ellenség, az a Krisztus néked reménység. Akármi Shinkin'
Jó estét kívánunk, tisztelt közönségünk! Köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy itt lehetünk ezen a jeles napon, a Magyar Kultúra napján. És úgy gondoltuk, hogy egy olyan színes programot próbálunk önöknek átnyújtani, egy csokrot, amiben magyar szerzők művei szerepelnek, hiszen talán nem tudják, vagy nem tudják olyan sokan, hogy a férfikari kultúrában a magyar szerzők mindig az élen jártak. Liszt Ferenc kezdte, ő volt az első, aki több mint 60 férfikari művet komponált, utána Mosonyi Mihály, Kodály Zoltán, Erkel Ferenc, Bartók Béla, és a mai mesterek is nagyon sok férfikart komponálnak, ahhoz képest, hogy a világ más országaiban ez nem ennyire jelentős. Úgyhogy mi nagyon boldogok vagyunk, hogy magyarok vagyunk, többek közt ezért is, mert hogy egy olyan kultúrát tudunk megszólaltatni és átnyújtani itthon is, a közönség, kedves közönségünknek és külföldön is, amitre nagyon sok országban alig van lehetőség, példa. Az első ének, amit elénekeltünk egy rövid hangulati bevezető után, egy kis harangozás után, az Kodály Zoltánnak a Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege című nagyon szép 1943-ban komponált műve volt. A második részben most, hát így jött ki, az én darabom következik a sorrendben, vagy az én feldolgozásom. Így láttuk jónak. A 127. Zsoltár, ez azért nagyon jeles nekünk görög katolikusoknak, mert az ember az esküvője napján ezzel lép be a templomba. Boldogok minnyájan, kik az urat félik, kik az ő utain járnak. Ugye ez a szövege a 127. Zsoltárnak, egy dicsérő, újongó Zsoltár. Utána Mohai Miklósnak, neves kortárs zeneszerzőnknek és akadémikusnak a számunkra komponált teljes aranyszájú Szent János liturgiájából, ami egy jó bő órás darab, abból következik egy tétel, és Miklós úgy gondolta, hogy az ősi, keletnek az ősi nyelvén, tehát nem latinul, hanem ószlávul komponálja meg ezt a művet, úgyhogy ószláv nyelven következik, dicsérjed én lelkem az Urat, szintén egy dicsérő Zsoltár aranyszájú Szent János liturgiájából. Ezután egy ősi felkiáltás következik, Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmaz nekünk. Ez a harmadik, negyedik századból fennmaradt, és a keleti egyház nagyon sokat használja, de a római katolikusoknak is benne van nagypénteknek a délutáni liturgiájában. Ezt a Boksai Jánostól hallhatják, róla azt kell tudni, hogy a 19.-20. század egyik legnagyobb görögkatolikus zeneszerzője volt, és a Szent Efrém miatta alakult meg, mert egy őtőle származó kéziratra alakult meg az együttes, 19,5 évvel ezelőtt, hamarosan 20 évesek leszünk, és ezért is ez egy jeles alkalom, hogy pont ezen a napon itt lehetünk, és önöknek énekelhetjük ezt a boksai művet is. Utána Dukai Barnabás barátunknak következik egy műve, ő nagyon sokat komponált a Szent Efrém férfikarnak, Alleluja, ez a címe. És végül ezt a sort Sári László, nem kevésbé kedves, jó barátunk, idős mester, nagyszerű műve következik, amit sokfelé énekeltünk a világon, a Zsoltár kánon. Ez magyar szövegű lesz, de elég nehéz lesz követni, mert ugye egy 6 szólamú Zsoltár kánonról van szó, szintén egy dicsérő Zsoltár. Tehát a 127. Zsoltár, utána a 103. Zsoltár, aztán egy ősi éneknek a görögkatolikus dallama, feldolgozása, majd Dukai Barnabás Alleluiája és Sári László Zsoltár kánonja következik. Boldogok! Mindnyájan boldogok! Boldogok mindnyájan!
gazdagó. Feleséged, mint a termékeny szőlőt, házad falai között. Fiaid, mint az olajfa sarjadékai. Sarjadékai. Asztalod körül. Áldatik meg az ember, boldogó, ki az Urat féli. Mindjárt boldogó, áldjon meg téged az Ósionból, és lássad Jeruzsálem javait, életed minden napjaiban, és lássad fiaidnak fiait. Fiaid, fiaidnak fiaid. S a békességet Izraelen. Sinu i Svjatomu Duhu,
яко святеси, Боже наш, и Тебе славу восцеляем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени пресно и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Dicséritek az urat minden nemzetek, dicséritek őt minden népek. Halleluja, 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 halleluja. Hallelujah, 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 hallelujah.
Alleluia, 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 Alleluia. Az Úrnak új énekeljetek, az Úrnak új énekeljetek, az Úrnak
Nagyon szépen köszönjük. Azért is különösen nagy öröm nekünk, hogy ilyen nagy tetszést aratott ez az utolsó két mű, ugyanis nekünk missziónk a Szent Efrém Férfikarra, hogy magyar kortárs zenét Magyarországon és szerte a világban énekeljünk, ugyanis azt gondoljuk, hogy nagyon is vannak, ahogy most már merem mondani a reakció után, ahogy önök is hallhatták, olyan művek, amiket hallgatni és énekelni is érdemes, mert egyszerűen jók. Úgyhogy örülünk neki, hogy ilyen szempontból a magyar kultúrának a nagykövetei lehetünk itthon is, és olyan helyekre vihetjük el ezeket a zenéket, ahol nem biztos, hogy ismerik, de külföldön is, ahol meg szinte biztosan nem ismerik őket, és mindenki számára újdonságként hat ez a magyar frissesség és ez a magyar gondolkodásmód, ami a zenében is megjelenik. Ahogy olvashatták a koncertnek a beharangozójában, és ahogy el is hangzott, ugye nem egyedül érkeztünk a mai estén ide énekelni önökhöz, hanem egy lokál patriótát is hoztunk magunkkal. Jó, nem a mi ötletünk volt egyébként, úgyhogy nagyon köszönjük egyébként az ötletet Szolnoki Brigittának, és nagyon köszönjük, hogy összehozott minket Bojki Sárával, akivel a most következő blogban fogunk énekelni. Számunkra mindig nagyon izgalmas, amikor egy új előadó művésszel léphetünk közösen színpadra, mivel egészen új dolgok jönnek össze, és a különböző ötleteimből és a repertoárjaimból egy érdekes egyveleget lehet alakítani. Sárával most egy olyan érdekes blokkot állítottunk össze, amiben lesz természetesen magyar népzene is, fogunk énekelni többek közt. Ő fog énekelni két moldvai csángó népdalt, aminek a kíséretéhez mi is csatlakozni fogunk. Előtte következni fog egy érdekesség, egy spanyol kódexből, a Libre Vermeiből, azaz a piros könyvből. Ez egy középkori spanyol zarándok énekeket is tartalmazó kódex. Egy olyan zarándok kánont fogunk énekelni, amit így nagyon sokszor lehetett körbe-körbe énekelni, ahogy zarándokoltak az emberek a különböző szent helyekre Európában, vagy akár a Szentföldre, és akkor ezt nagyon sokáig lehetett énekelni, és kicsit az út monotonitását el tudta fedni ez az ének. Egy ilyet párosítottunk össze egy magyar népdallal, utána következik ez a két moldvai csángó ének, utána majd még Sára fog szólóban énekelni valamit, ezt elmondja majd önöknek, hogy mit hallhatnak. Utána következni fog pedig még két ének, az egyik a Paradicsom mezeiben, a másik pedig egy altató dal, Mária altatója, amit a kis Jézusnak énekel, amit már sok mindenkivel volt szerencsénk énekelni, és többek közt ez is kicsit a magyar kultúra egy szeletét már így megmutattuk a nagyvilágban másoknak is, úgyhogy legutóbb például Nektária Karáncival, egy görög énekesnővel énekeltük együtt, aki megtanulta magyarul a kedvünkért a népdalnak a szövegét, úgyhogy ilyen szempont jó cserében mi is megtanultunk pár dolgot görögül. Úgyhogy ennyi. Hát a része, úgyhogy most következik ez a kis népdal csokor Bojki Sárával. Laudibus virgine Virgine, Mater
zúgat az az erdő sok szép ének szóval. Itt es kerekedik egy kerek dombecska, azon nevekedik egy édes almafa. Édes ez almája, csokros e virágja, s az alatt ül vala Márton szép Ilona. Kötögeti vala maga koszorú, tévül kósai rózsából. Ágból csemetéből kósai rózsából, hol a val nem éri, liliomval fejzi. Itt esereszkedik egy aranyos veng, egy fehér báránka. Jobb oldalán hozza az áldott napnak fényét, bal oldalán hozza az áldott holnak fényét. Szűre szálán hozza az apró csillagokat, hónap után a világra hoztál. Most én el kell menjek mennybe, mennyországba. Szép szüzek serege csak egy hián telik, s ha én oda menek, vélem bies telik. Mennyei ajtók nyitatlan megnyíltak, mennyei pohárok tőtetlen estőtek,
csengítének mennyországban. Ki gyűlének ez angyalok, ki hallgaták e szent misét, ki menének e Kálvári hegyre. Olyan szív gyümölcsvel falevel edzik, aranyvérvel bevirágozva, Krisztus úrunkval meggyümölcsözve, kimenének Krisztus házához, Krisztus háza aranyos, Krisztus bémeneg csemán kertjibe, leül ez arany székibe, szent kezeivel felfogva, szent haja leresztve, olyan szomorodottan és megsírva, elé találá egy szent szép Szűz Mária. Miért sírsz olyan szomorodottan, szent fiam? Hogy ne sírnék a szent anyám, csúf zsidók nagy pénteken nagy írást küldinek, ingemet nagyon akarnak csúfolkodni. Brátfát keresztbe tegyék, vaskironokkal főszegezzenek, tüzes ostorokkal ingemet ostorozzanak, tüzes kesztyükkel az én testemet szabdalják, rút nyálukval köbdössenek. Menj el, te szent anyám, Ádámnak e fiaihoz, vidd el ezt a két-három szót, ki elmondja regve lefölkelésinél, este lefekvésinél, szűzzé válik, mint a szent szűz. Amen. És akkor picit éles váltás lesz, de csak egy picit. Magyar szlováti népdalokat fogok énekelni, két táncdallamot szerelmi témában. Égi szerelem, földi szerelem, nem is olyan nagy váltás. Házunk előtt van egy magos jege, fészket rakott beléje. Kis gerlice fészket rakott beléje. S kis gerlice mindig csak azt énekli. Kis gerlice mindig csak azt énekli. Jaj, de boldog, aki egymást szereti. S jaj, de boldog, aki egymást szereti. S diófából van a babám nagy,
szeretvé babám az ágyadat a fali. Tiéd voltam, tiéd leszek halálig. S kicsi túlok, nagy a járom, fiatal még az én párom, kerek három évig várom, mégis ő lesz az én párom, sa-la-la-la-la. Kerek három évig várom, mégis ő lesz az én párom, sa-l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 a. Édes anyám, sok szép szava, kit fogadtam, kit nem, soha. Édes anyám, sok szép szava, kit fogadtam, kit nem, soha. Ki nem akar búval élni, menjen Mennyországba lakni. Csináljon az égre házat, ott nem éri semmi bánat. Csináljon az ég szélére, ott nem éri semmiféle sáj. Mezeibe aranyszőnyeg leterítve, azonban a rengő bölcső abba fekszik az Úr Jézus. Jobb kezébe aranyalma, bal kezébe aranyvesző, megzúdítja a veszélyét, zúg az erdő, cseng a mező. Én nem láttam szebb gyümölcsöt, mint a Jézus keresztfáját. Fényességgel virágozik, szent lélekkel gyümölcsözik. Keljetek fel, hát pásztorok, kik anyáj körül vigyáztok. Ma született új királytok, gyertek vélünk, meglássátok. Paradicsom mezeibe, aranyszőnyeg leterítve, rengőbölcső abba vagyon, abba fekszik az Úr Jézus. Jobb kezében aranyalma, bal kezében aranyvesző, megsuhintál a veszélyét, szúv az erdő, cseng a mező. Én nem láttam szebb gyümölcsöt, mint a Jézus keresztfáját. Fényességgel virágozik, szent lélekkel gyümölcsözik. Keljetek fel, hát pásztorok, kik anyáj körül vigyáztok. Ma született új királytok, gyertek vélünk, meglássátok.
A hangversenyünk utolsó része következik, és nagy klasszikusainktól szeretnénk néhány, a már idézett nagy klasszikusainktól néhány éneket énekelni. Mi vagyunk az egyetlenek a világon, sajnos, hozzáteszem, akik az összes Bartók darabot műsoron tartják, mármint amit Férfi Karra komponált, 6 műről van szó, nem többről. De ez a 6 mű, ahogy szokták mondani, fölér egy több órás életművel. Mi eddig mindössze 14 éve próbáljuk megvalósítani, hogy egyre szebb legyen. Szerintem még 14 benne van, hogy ez tökéletes legyen. Ugyanis Bartók a nagy zeneszerzőkre való, vagy a nagy zeneszerzők szokása szerint, mondjuk Bach meg Mozart, nem azt nézte, hogy ez könnyű-e az énekesnek. Hanem azt mondta, hogy én ezt megírtam, mert ezt én így gondolom, és hát biztos lesz majd, aki elénekli jól. Úgyhogy nem ő az egyetlen ilyen zeneszerző. Van, aki ettől kicsit, hogy mondjam, kevésbé kellemesebb módon eteti a férfikari vagy más kórus művészetnek a művelőit. Bartók nem ilyen. De mi már nagyon jó kapcsolatban vagyunk vele. Most következik neki és nagy barátjának, ugye, és a kortársának, Kodály Zoltánnak egy műve. Tehát Bartóktól most először, talán ezt még nem is hallották, az a címe, hogy Tóth népdalok, és ezt 1917-ben komponálta, amikor a Monarchia felvidéki hadtestének is komponált egy művet. Na ez az, szlovák katona dalok hangzanak el benne, és hát szövegei, ugye szlovákul fogjuk énekelni, pontosan ugyanazok az érzések, a kedvestől való búcsúzás, a háborúba való indulás, ki tudja, visszatérek-e még. Egy nagyon szép ballada lett belőle ebből a Tóth népdalokból. Ez következik először. Utána Kölcsei Ferencre is gondolva, Kodály Zoltán Huszt című művét fogjuk elénekelni. Ugye ez a híres Kölcsei vers, a Huszt versnek a nagyon-nagyon szép és méltó feldolgozása Kodály Zoltántól. Majd következik Bartók 4 régi magyar népdal, és ennek 2 verziója is van. Mi most a korábbi verziót, amit 1910-ben komponált, azt fogjuk elénekelni. És végül pedig
a hangversenyt egy olyan feldolgozással zárjuk, amelyben Sára is énekel velünk, és igazából egy Bartók zongoraműnek az átdolgozása. Én vettem a bátorságot, hogy minden egyes hangot tiszteletbe tartva, tehát egy olyan hang sincs, amit én írtam volna, mindet Bartók írta. Az Este a székelyeknél dolgoztam föl, és találtam méltó szöveget is hozzá, szintén Bartók szöveg, illetve Bartók által komponált négy vegyes karnak a szövegéből vettem ezt a passzust Ideje bujdosásimnak. Szerintem nagyon szépen illik az eredeti Este a székelyeknél zongoradarabhoz. Tehát Tóth népdalok következnek utána Kodály Huszt, Bartók négy régi magyar népdal, és Ideje bujdosásimnak. Ami itt van, ez nem fenyegetésként hoztuk ide, hanem ebben a műsorban, mert ezt a hat Bartók művet mi egy online már bemutattuk, egy színpadi változatban csináltunk rá egy egész estés mozgás színházi produkciót a hat Bartók műből, és abba találtuk el ezt. Szokolai Dongó Balázs barátunk mondta, hogy úgyse tudtok tudinkózni, tehát akkor fújjátok nyugodtan. Úgyhogy ez most el fog következni, mert majd azt én fújom a jót, most ő ugye nincs itt, tehát most jó tilinkózást nem nagyon fognak hallani, de minden esetre a tilinkó tanulóknak a csapata az itt van, és az jelen pillanatban a Szent Efrém együttes. Смутні пойде на ту войну, кедя смутні пойде на ту войну, кому я занадав мою мину, кому я занадав мою мину. Нам'ю я нам, камаратом, почимся я з войни, домовратім, почимся я з войни, домовратім. Камараді мої, война сам зрої, будемо воювати пану кралові, а я на ту войну прицайть мосім, мою наймілейшу отпустить мосім, а кепеш пойдеме, помашируєме, зе штаці на штаці до руської земе, а в тей руської земе гай зелені, там предков'я наші отпочиваю. Thank you.
Keď som šol na vojnu, musel som sa vrátiť. Keď som šol na vojnu, musel som sa vrátiť. Musel som sa moje milej za lásku zaplatiť. Musel som sa moje milej za lásku zaplatiť. Veď si sa nám miloval, moj horička, darmo. Keď sa ti to nepačí, zove sa, poď s nami, budeš nám tam šaty prať na tihom Dunaji. Fának teteiben.
lesz kirakta. Mondjátok egy hárra rakta. Kinek sem apja, sem anyja, sem egy igaz atya fia. Ja, Istenem, kire várok, felmegyek Szegedre, ott sétálok a lányokkal minden szombat este. Kipírosítom az arcom, magam nagyra tartom, úgy szeretnek meg engem a lányok ott a Tisza parton. Úgy szeretnek meg engem a lányok ott a Tisza parton. Ányom az, hogy Hertje, Bertje, nem tudom, mi van belévetve, szeretje, beterje. Kapcsom, donom, donom, deszka, kántor, deszka, fogor, deszka, jaj, de furcsa nóta, ugyan cifra nóta, csűröm alatt önt szavaztak, a ketembe hadd szavaztak, szeretje, beterje. Kapcsom, donom, donom, deszka, kántor, deszka, fogor, deszka, jaj, de furcsa nóta, ugyan cifra nóta, Keszte Jóska, Bársony lovát nyergeli, Keszte Jóska, Bársony lovát nyergeli, a rózsája könnyes szemmel kíséri, a rózsája könnyes szemmel kíséri. Ne siratgass, kis angyalom engemet, ne siratgass, kis angyalom engemet, hogyha eljössz, nagyváradra keresd meg, hogyha eljössz, nagyváradra keresd meg. Nagyváradi, fenyvesedő hatanyám, gyere oda, kis angyalom én hozzám, meglátod az aranyfűzes anyámat, aranyalma sűrű egenye fámat. Ne siratgass engemet, ne siratgass engemet, Nagyváradon keresd meg, keresd meg, keresd meg. Most pedig Bojki Sárával lezárjuk a koncertet a Bartók művel, illetve a szemfülesebbek észrevehették, hogy van valami a székükön, úgyhogy lehet, hogy erre még utána visszatérünk. Majd adunk fényt is. Oh.
sűrű felhő, mint a népcsúró, az első, hull az első. Isten veled, jó pajtási! Most eljátszhatnánk, hogy lemegyünk, de nem megyünk le. Ott van a székükön egy papír. Nem tudom, hogy kérhetünk egy kicsi fényt a közönségre, esetleg a fénypultban remek, de azért nem menjenek el, ez még nem a ruhatáros fény. És jó, persze elmehetnek, bocsánat, nem azt akartam, senki nem akartam itt kényszeríteni. Ugye a magyar kultúrának nagyon sok minden a része, szerencsére, és Laszki János barátunk, hát egyébként rengeteg, már nekünk is volt vele többször fellépésünk, és a sziporkázó humorbombonjai mellett egy ilyen is található egy közismert magyar kanásznótára, ami hát igazából eléggé magáért beszél, ez a zenészekről szóló, a zenészekről és a zenész, az is a zenéről szóló kis szösszenet, Laszkfi stílusban. Úgyhogy még ezt, mielőtt még a gitárrálványomat feldöntöm, elmondom, hogy még... Igen, bele vagyok akadva, szóval ezt szeretnénk önökkel közösen még elénekelni, búcsúzóul, és még azt is hadd mondjam el, hogy kifele menet, aki szeretne esetleg Szent Efrém CD-t hazavinni, azt tud majd vásárolni, van ott egy kis árusító asztal, úgyhogy ott meg lehet venni a Szent Efrém CD-ket, és tehát most fogunk egy Laszkfi szösszenetet énekelni, és utána majd még valamit fogunk énekelni, amit szerintem akik mostanában követték a Szent Efrém munkásságát, azok tisztában lehetnek vele, hogy a pandémia kapcsán mi olyan videókat is készítettünk, ami kicsit a járványhelyzetre reagál, a magunk humoros módján, nem kifigurázva ezzel a járványhelyzetet, hanem egy kis humorral gyógyítva, úgyhogy a Laszkfi szösszenet után majd még egy ilyen is következik. Úgyhogy fogják meg a kottát és énekeljenek velünk. A zenének lelke van, a zenészek ára, csicseregni felmászatják egy tisztilla fára. Leeresztik a kultba, öblösebben szóljon, a zenének lelke is van, felcsap, mint a sólyom. A zenének lelke van, a zenésznek húzza, esküvő vagy temetésen zenemű, mint búza. A zenének lelke van, a zenész a teste, akármennyi hájat növeszt, egyre libben este. A zenének lelke van, a hangszer a teste, kívül fényes, belül üres, nem érteni ez se. A zenének lelke van, nem kell hozzá szótár, hogyha húzod, indonézül, halvának is jó már. A zenének lelke van, a többi megtérni, puszta rezgő lebegőből egy világot épít.
a zenének lelke van, ördögnek eladta, sok köműves kellene menni, bele van falazva. A zenének lelke van, Istennek odatta, hogy nekünket felhőbojtos égbolthoz ragasztja.
Biztosan sokan ismerik ezt, ami most jön. Énekeljenek velünk, ha úgy gondolják. Pár gondolat az estére. Bár nagyon szépen lezárta az együttes, de igen, hogy mi is úgy gondoljuk, hogy ebbe a másfél órába beigazolódott, hogy mennyi mindenre lehetünk büszkék, és nem csak a Magyar Kultúra Napján, és forgassuk szívünkben az ünnepségen látottakat és hallottakat, és legyünk továbbra is büszkék a magyar kultúránkra, és benne Biator báty kulturális életére, hogy gyógyuljon a világunk. És kifele menet, vessenek egy pillantást a ház falára, hiszen ma estig még élvezhetik a 100 éve Biator bátyon született Hantai Simon festőművész alkotásait fényfestés képében. És időközben az intézményvezető asszony és a polgármester úr megjöttek, szóval felszólítom őket a színpadra, hogy mondjanak pár szót.
és utána pedig mindenkinek kellemes estét kívánok. Ez már nem biztos, hogy a legkellemesebb így, mert hogy az Efrén után, de azért, polgármester. Köszönjük, Biator báty, köszönöm a munkatársaimnak, és mindenkinek. És akkor nekem meg engedjék meg, hogy gratuláljak ennek a 30 éves intézménynek, amely valamikor 30 évvel ezelőtt a Faluház nevet kapta, ma már Juhász Ferenc Művelődési Központ. Minden egykori és mai tagjának köszönjük a kultúráért végzett tevékenységüket, és kívánom, hogy ugyanilyen minőségben mindannyiunk örömére folytassák ezt a munkát, és legyen ez a ház a kultúra otthona Biator bágyon. Csak így tovább.